És kívánom, hogy ez a szeretet, ami önök szeméből ránk ragyog, és az a sok taps, amit itt 40 év alatt kaptunk, az a további 40 évre még ugyanúgy ragyogjon, és ragyogjatok ránk. Mondhatnám azt, hogy egri csillagok, de kassai csillagok. A világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Kenyérkeres színészek leszünk, nem a művészet szent szerelmű, s haladni nincsen semmi ösztönünk. Bártai közönség, és majd haladunk, mond a színész, az meg itt felel. Haladjatok, majd aztán pártolunk. És végre mind a kettő elmarad. Nem is hiszem, hogy a színészetet becsülni fogják. Még az befolyam minden vita, gaz se honnan, kik a világnak söpredékei, s itten keresnek biztos menhelyet. Barátom, ez fáj én nekem, és neked. Ez keserítem minket annyira. Az Isten adja, hogy minél előbb, aképpen álljon színművészetünk, amint valóban kép áll. Hogy? Nevet? Nem kérem, ez mérges. Ugye, hogy nevet? Mondom, én kérem azt, hogy Gulubicsiál Botha, azt mondja, hogy nem jó, hogy a vezeték nevet, de a kereszt nevet. Hát mondom én kérem, Gulubicsiál Botha, azt mondja, hogy nem jó. Majd betűzöm. Majd ő betűzi. Akkor betűzzem. Na, Hármit Hugo. Hármit Hugo. Hármit Lajos. Hármit Lajos. Hómit Muszkár. Megint kezdi. Nem most kezdi, ő kezdi. Muszkár, mint az a híres magyar huncut pulikutya fajta. Hármint Hoffman mesé, Ermin Lohengrin, de miért is? Ró, állat, nem maga, ő! Ő, a betű, betűzöm, kérem, betűzöm, hármint Hoffman mesé! Nem jó, egyszerűen betűzöm! Hármint hagyma, Ermin Libaba, Júzmi, Kubor, Kezmin, Szabad! Hagyja, akkor savam van! Savam van, akkor ez mi szóda, mikor van? Ez mi szóda, mi szóra, hogy a kökőm, ahol az messze a nagy erdő, messze száll a felhő, messze megyek édes rózsa, te tűnöm. Volt, nincs, nem anna volt, nincs, nem anna volt. Párizsban égett a Louvre. Többek között égtek Salvador Dali képei is a Louvre-ban. Tűzoltók, televízió, rádió,
és a tömeg között ott volt Salvador Dalí is. Egy szemfüles riporter meglátta, és oda tette a száj elé a mikrofont, azt mondja, művész úr, mondja meg, mi lenne az, amit az épő Louvre-ból kiventene? A tüzet. Meggyőződésem, hogy a mi kollégáimban ez a tűzlobog addig lesz fassádáig a színház. Úgy látszik, fölpászhattam, és mivel a dolog sürgősnek látszott, körülpillantva nem láttam senkit, lekuporodtam. A baj csak az volt, hogy a szuper overállomat nem lehetett középen szétkapcsolni. Csak egybe húzhattam le, pullover a nyakamba, overáll a bokámon. Így váltó bokáig teljes natúrszépségem. Szóval lekuporodtam, és a költőnél szólva, a dolog éppen a dandárjában volt, amikor a legnagyobb megdöbbenésemre a síléc megindult. Először csak szép lassan jelzett, aztán felgyorsult. Végül üvöltve szágultott a mevelje melegítését. Ha nem akartam a nyakam kitörni, muszáj volt felállni. Pullover a nyakamban, pullover áll a bokámon. Hát mit mondja, voltam már boldogan. Ami sajnálom, mondom, kicsi gond.